Jól sikerült nyári felkészülés követően azzal a céllal vágott neki a bajnokságnak az MMTK, hogy a szezon végén ott legyen az első három hely valamelyikén a tabellán. Menet közben kiderült, hogy a Kisvárda U22-es csapata és a Szepa KSE visszalépett, így 9 csapat alkotja a mezőnyt. A Mátészalka nyitófordulóban hazai pályán 24-22-re verte a Hevesesét, majd Ózdon nyertek 36-35-et Drabik Péter tanítványai. Aztán viszont egy hónapos meccs nélküli időszak következett a szalkaiak számára. Ez alatt az időszak alatt, hála jó Istennek, a lányok egészségesek maradtak, mondom ezt azért, mert a bajnokság közben folyt nálunk az MB2-ben is, viszont nagyon sok csapatnál jelentkeztek a Covid vírus tünetek, részben vagy egészben ugye csapatoknak a működését felfüggesztették, így aztán a jelenlegi tabellállás alapján, mi most a második helyen állunk, de azért ez nem teljesen reális, hiszen van, aki már több meccset, van, aki kevesebb meccset, van, aki halasztott meccset nekik, úgyhogy ezért mondom azt, hogy nagyon remélem, hogy a harmadik bajnoki mérkőzésünket is végre le tudjuk majd játszani. Nagyon örülök annak, hogy a fiatalitás úgy néz ki, jól sikerült, igazoltunk 5 játékost, és időközben még most a bajnoki úgynevezett kényszerpihenőszünetben. 2 hajdunállási játékossal is megegyeztünk, 2 igazolással, 2 ifjú titán tehetséggel, ugyanis beállós poszton és kapus poszton lukasak maradtunk, hiszen a kapusunk megsérült időközben. A vezetőedző elmondása szerint a nehézségek ellenére mindenki igyekszik a lehető legtöbbet nyújtani az edzéseken és a meccseken. Nagyon fiatal a csapatunk, a legidősebb játékosunk 25 éves, tehát 16-tól tulajdonképpen 25 éves korig vannak, 16-an vagyunk, akik a keretet alkotják, és folyamatosan járnak edzésbe. Zömük egyetemista, ez is nehézséget okoz az edzés megtartásában, de hál' Istennek heti 2-3 edzésen részt tudnak venni, dolgoznak, úgyhogy ezzel nincs probléma hozzáállása. A koronavírus járvány a Mátészalkai utánpótlás csapatok számára is nehézségeket okoz az edzéshelyszínek tekintetében. Az oktatási intézményekben csak az ott tanuló diákok, tanárok tartózkodhatnak, így aztán nagyon sok olyan tornaterem a városban, ahol az utánpótlás csapataink edzettek, ott felmondtuk a szerződéseket október 1-től, és minden csapatunk szinte ide korlátozódik be a városi sportcsarnokba, illetve a Kálvin János református iskolának is, hála jó Istennek, átadásra került egy tornacsarnok méretű tornaterme, és ők tudnak még segítségünkre lenni az edzéseken, illetve a városi sportcsarnok a mérkőzések lebonyolításában. A Mátészalkai MTK Kazincbarcikai KSE mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a városi sportcsarnokban. A szurkolók a járványügyi előírások betartása mellett tekinthetik meg a találkozót.